Fönn lesz a kutatás is a honlapon, mehetünk tovább. A következő kérdés, hogy egységesnek kell lennie a baloldalnak, hát látszik, hogy a ellenzéki szavazók ebben elég egyértelmű véleményt mondanak, és mondom egyszer paradox mondom, hogy a fideszes szavazók és a jelentős része ezt gondolja. Nyilván ők azok, akik logikusan gondolkodnak. Mehetünk tovább. Itt országos adatokat is láthatunk, amik ugye egy kicsit korábbiak, tehát 2018 június, de itt is látszik, hogy ezért az együttműködésnek és az összefogásnak nincsen alternatívája. Az előválasztás, ez fontos, az előválasztás ismertsége Budapesten, ugye kampány és érdemi előkészítés nélkül, gyakorlatilag sajtóhírek alapján, amit köszönök Önöknek, hogy lehetővé tették, bizony a teljes népességben 43%, azért ez nem kevés, anélkül, hogy tulajdonképpen kampányt indítottunk volna. Azt gondolom, ez jó dolog. A ellenzéki szavazóknál ez magas, látszik, hogy a jobbikosok kevésbé érdeklődnek egyelőre. Én bízom benne, hogy ők is azért végül csatlakozni fognak hozzá. Nem szélsőséges jelöltek és ideológiák mentén, hanem az ellenzéki együttműködés kereteiben. Hogyan találjuk meg Tarlós István kihívóját? Nyilvánvalóan arra, amit a szolidaritás mondom, és korábban a demokratikus koalíciós mondott, sőt, tulajdonképpen a párbeszédek kívül mindenki, hogy amennyiben tárgyalásos módon meg lehetett volna ezt tenni, akkor természetesen, hogy meg lehetett volna ezt csinálni, és meg is tettük volna. Nincs erre lehetőség, ezért van szükség az előválasztásra. Hiszen jelenleg több ambíció, mint lehetőség van, de nyilván ezt majd a párbeszéd el fogja mondani a mai napon, vagy a közeljövőben. A háttérben elhagyjak, meg igen, ezt mérjük. Mind a kettő mellett szólnak érvek, a szocialista szavazó többsége szerep előválasztás, és a egyébként demokratikus ellenzéki pártok, direkt a kisebb jelzőt kerültem volna, azok már különösen magas a támogatottság az előválasztás. Tervezi, hogy elmegy szavazni, látszik, hogy az ellenzéki oldalon magas a szándék, a részvételre, ennek nagyon örülünk, üdvözölendő, hogy ilyen magas számban kívánnak eljönni majd a előválasztásra a budapesti választópolgárok. Itt majd kitérek arra, hogy nyilván valami lesz, amit még korlátja. Köszönöm szépen, hogy elmennének el. Bizony azon még dolgoznunk kell, hogy az ellenzéki szavazók, az önkormányzati választás lenne, még nagyobb arányban menjenek el választani. Nem az előválasztás, hanem az önkormányzati választás. Országgyűlési talán egyértelmű. Ez közös munka az ellenzéknek, hogy az önkormányzati részvételt az országgyűlési felé közelítsük, hogy érjük is el. Ez közös feladat, hogy eljön. Mehetünk tovább. Egy pártreferencia kutatás volt, ez szerint látszik, hogy sajnos Budapesten nagyon erős a Fidesz, de mint láttuk, a 15. kerületben a ellenzék közös jelöltje, akit a demokratikus koalíció ajánlott a figyelmünkbe, szorosan döntő győzelmet alatott nem olyan régen a 15. kerületben, ezért van esély, van lehetőség a váltásra, akár a főpolgármester, akár a 23 kerületet illetően, illetve a 23 kerületben nyilván azokról beszélek, ahol fideszes polgármesterek vannak most, mert nem fideszesek vannak, ott őket támogatni fogjuk őket, és nem akarunk változtatni ezen a kialakult jó helyzeten. Köszönöm szépen! Még egy mondat arról, hogy milyen dokumentumok tartoznak a előválasztáshoz, és akkor a politikus társadalmát önök ki a szó. Nyilvánvalóan szükség van egy főpolgármesteri értéknyilatkozatra, ez úgy van megfogalmazva, hogy azt a demokratikus minimumot tartalmazza, hogy a NER-rel és a szélsőséges eszmékkel semmilyen együttműködést nem tanúsíthat az, aki főpolgármester jelöltként el kíván indulni. Megelőzve a kérdést, de a Jobbik olyan politikusra gondol, aki nem tartozik az ordas eszmék hatás alá, ez belefér, és a Jobbik mint párt belefér ebbe az értéknyilatkozatba. Nyilván vannak olyan eszmék és vannak olyan megnyilvánulásai, amelyek nem tolerálhatóak, de amennyiben ezt nem hozzák szóba és másképpen gondolkodnak, akkor ők nincsenek kizárva az előválasztásra. Szükséges a választóknak is egy értéknyilatkozat elfogadása, hogy magukat ellenzéki szavazónak tartják, hanem erre nem működnek együtt, nem támogatnak szélsőséges értékrendeket, és hozzájárulnak az adatkezeléshez, hogy ők az előválasztás lebonyolító pártok által megnevezett természetes személyek számára az adataikat engedik kezelni. Tehát ez nagyon fontos, hiszen ezáltal belekerülnek egy törvényes, a saját akaratukon készülő adatbázis. Ennek a két nyilatkozatnak az aláírása után lehet majd szavazni. Ezt, aki online szeretne szavazni, azt előre kell aláírnia, aki a szavazás napján írja alá, az meg megteheti a helyszínen, nem kell kétszer mennie. Ezek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek. Ezen kívül föl fogjuk tenni a honlapra azokat a felkérő leveleket, amelyeket a mai, illetve a holnapi napon el fogunk küldeni azoknak a független intézeteknek, amelyek választási stratégiákkal, választások lebonyolításával szakértőként foglalkoztak, és azoknak a személyeknek, mozgalmaknak,
akik beleértve Gulyás Márton, Közös Ország Mozgalom, Számolt, vagy szóval Számoljuk Együtt, Számoljuk Együtt Mozgalom, tehát mindenkinek, aki ebben tud segíteni, és bízom, hogy el fogják vállalni ezt a felkérést. Udvariatlan voltam, mert bár képviselőtársaimat, politikus társamat nem kell bemutatni, a mellettem ülő Őrség Egerre, az MSZP ügyvezető alelnöke és az előválasztási bizottságban delegált szocialista képviselő, önkormányzati képviselő, aki az előválasztásnak a logisztikájával, lebonyolításával foglalkozik. A honlappal ő fog ebben segíteni. Magam személyes feladatom innentől fogva a politikai jellegű, hiszen a Szocialista Párt budapesti programját és a jelöltjét és a politikai kampányt fogom vezetni. Az előválasztásban nekem ilyen értelemben logisztikai feladatom nem lehet, nem tud lenni, hiszen ez ilyen értelemben összeférhetetlen. Annyit még zárszóként, egy tisztességes program alapú előválasztásra készülünk, a szocialisták Horváth Csabát támogatják, de tiszteletben tartjuk, hogy a pártszövetség indít jelöltet, legyen ez akár a leglogikusabb választás, akár más. Vigyázni fogunk arra, hogy végül a győztes mellé mindenki be tudjon állni. Ne legyenek olyan sérülések, amelyek nehezítenék a közös kampányt ezt követően, de a józanész határon belül nyilván mindenki a saját jelöltje mellett kampányolni, de mi budapesti szocialisták büszkén fogjuk támogatni akárkit a választást, hiszen ezzel tudjuk 2022-es esélyünket maximalizálni. Én köszönöm szépen, átadom a szót, amelyik ötök kíván szól. Egy apró dologgal egészíteném ki Molnár Zsolt elnök urat. Az előválasztás azért is nagyon fontos, mert reagál az elmúlt hetek eseményeire. A rabszolga törvény ellenes tiltakozások jól mutatják, hogy az ellenzéknek be kell vonnia az ellenzéki szavazókat, választókat, embereket a politikába. A legfontosabb szövetségeseink az emberek, akkor vagyunk a legerősebbek, hogyha az embereket is a hátunk mögött tudhatjuk, ők is támogatnak minket. Látszik, hogy reagálnak a választópolgárok az ellenzéknek az újfajta politizálására, támogatnak minket, és egy ilyen előválasztás még jobban bevonja őket ebbe a folyamatba. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy most állítsuk erre az útra is, támogatjuk ezt a dolgot, és én biztos vagyok benne, hogy ez az út ahhoz vezet, hogy egy közösen támogatott, esélyes főpolgármester jelöltje lesz a teljes ellenzéknek. Köszönöm szépen, át is adom önöknek szót, amikor én azt mondtam, hogy a Kunigunda utca kísérletetlen járja be Európát, erre gondoltam, hogy a képviselőtársam itt most elmondott. Arra tanított meg minket a történelem, az utca, a választópolgár, hogy együttműködésben, a választók bevonásával, szélesülő társadalmi támogatottsággal nincs alternatívája az egy-egy elemi összefogásnak. Köszönöm szépen, önöké a szó. Parancsoljon! Ha már az elmondhatjuk eseményeit említették, itt valóban egy olyan ellenzéki egység látszódott, amit korábban nem. Ha már kialakult egy ilyen helyzet, akkor ezt egyébként miért nem használták fel arra, hogy akár Karácsony Gergely, akár Horváth Csaba terének részesen legyen önöknek? Ez egy konkrét döntés volt, de értem, hogy nem Budapesti témáról van szó, de ez egy kívánunk alapról lehetett volna erre. Miért nem vettek úgy részt ezen az eseményen? Én a Szocialista Párt az intézet kérdést tudom megválaszolni. Horváth Csaba ott volt a tüntetéseken. Azt gondolom, hogy azt az önmérsékletet és azt a demokratikus hagyományt, hogy megvárta, amíg az előválasztás hivatalosan elindul, innentől fogva aktív részese lesz a budapesti közéletnek, mint ahogy eddig is, de nyilvánvalóan tiszteletben tartott, hogy az előválasztás nem kerül meghirdetésre, addig nem kíván ilyen helyzeti előnnyel élni, és mivel ebben Karácsony Gergellyel, meg más politikusokkal nem volt ilyen típusú egyeztetés, hogy hogyan reagáljanak ezekre a váratlan eseményekre, ezért mindketten önmérsékletet gyakoroltak. Én így fogom fel ezt a helyzetet. Innentől fogva élharcosai lesznek, amennyiben a párbeszéd is bejelentőt kitűnik. Én egészen biztos vagyok benne, hogy élharcosai lesznek ennek az utcai mozgalomnak, de úgy is mondhatom, kerítésmászásban és ulakodásban védekező jellege helyettesítette Horváth Csabát ezekben az eseményekben. De ez nem egy elszalasztott lehetőség, hiszen most nagyon nagy figyelem irányul az ellenzéki politikusoknak. Kétségtelen logikusabb kérdésfelvetés, azonban azt a jövő dönti el, hogy ott volt időszerű, vagy a következő időszakban azoknak, akik önkormányzati szempontból közelítenek ez a kérdéshez, mert ne felejtsük el, azért ez az országos politikának, vagy a kérdésben is elhangzott, elsősorban az országos politikának volt ilyen jellegű megnyilvánulása. Én biztos vagyok, hogy a mai nap egy vízválasztó, innentől fogva, hogy hivatalosan elindítottuk az előválasztást, a Csabának nem csak lehetősége, hanem kötelessége az ide állni ezeknek a kérdéseknek. Olivio, parancsolata is. Esetünkbe... Fordítsuk át egy picit, amit tudtunk. Köszönöm szépen. Esetünkben Karácsony Gergely többször is kint volt ezeken a
tüntetéseken és hát aktív részese volt a tiltakozásnak, és hát a Párbeszéd pedig hát az egyik legaktívabb párt volt ezekben a folyamatokban. És hát a következő időszakban szerintem, ha elindul a kampány, akkor és amennyiben Karácsony Gergely lesz a Párbeszédnek a jelöltje, akkor őt, vagy a Párbeszédet nagyon-nagyon gyakran fogják látni, megnyilatkozni és szerepelni különböző fórumokon vagy lakossági eseményeken. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem szavaztattuk még el a lehetőséget, aktív részesei tudunk lenni annak az új ellenzéki politikának, ami most formálódik. Elnézést, bocsánat. Mikrofont át kell tenni a szakadni. Hát beszünk, hát beszünk. Segíts, lakosgatjuk. Nagyon szolidális az, és egy elműködőből. Helyes. Mi van a türelmet, kérdés? Van még egy mikrofon? Hogy? Csak azt szeretném mondani, hogy ugye mind a két kollégát láttam a tüntetéseken, jó magam az összesen részt vettem, elég tevékenyen, aztán láthatták a híradásokból. Én nem gondolom, hogy egy főpolgármesternek, vagy akár egy főpolgármester jelöltnek az lenne a dolga, hogy az ilyen heves tüntetéseknek az első sor ott legyen, de mind a két politikus ott volt, és elvesztette szolidaritását ezzel az ügyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezt ők helyesen tették. Tovább folytassam. Kocsis Szenetak, Reoni Miattal kérdezni Karácsony Gergely kapcsolatban. Karácsony Gergely korábban ugye többször is kijelentette, hogy ő ugye indulna az előválasztásra. Amíg a hivatalos bejelentés nem is volt, azért eddig úgy tűnt, hogy nem kérdéses, hogy a Párbeszéd őt indítja az előválasztásra. Most miért fogalmaz így, hogy abban az esetben, ha indul, van még bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy esetleg nem ő lesz a nyelven? Hivatalos döntés még nincsen, éppen ezért fogalmaztam így. Hamarosan lesz, és el fog indulni a kampány. Szerintem nem fog nagy meglepetést okozni a döntésünk, és biztos vagyok benne, hogy egy olyan személyt fogunk választani, aki mind ezen az előválasztáson, mind majd Tarlós István ellen egy nagyon komoly kihívó lesz. Gyémet Erzsemet közelem, még egy kérdésem, a DK indítja jelöltet az előválasztáson? Nálunk sincs még hivatalos döntés erről. És egy utolsó kérdésem lenne még. Ugye, ha jól értem, akkor van egy elvi megállapodás Kuzsér Roberttel, hogy egy jelölt lesz a végén. Na most, ha van most egy ilyen egyetértés, ugye egy eléggé nagy dolog a korábbiakhoz képest, mert úgy tűnt, hogy nagyon nagy lehetősége van annak, hogy lesz Kuzsér Robertnek, hogy még plusz egy jelölt. Tehát, ha van egy ilyen elvi megállapodás, akkor hogy nem tudták megugrani azt a feladatot, hogy már az előválasztáson megméressék egymást a jelöltet? Mert mondjuk június 30-ára lesz az előválasztás alapján egy jelölt, meg mondjuk lesz Kuzsér Robert, és nagy esélye lehet annak, hogy akkor megint elindul egy csata, hogy jobb kettőjéhozól kiinduljon el, ami nyilván nem teszünk az ellenzéki pártoknak. Én azt gondolom, szerintem van a mikrofon. Jó. Kicsit tilitózunk, csinált magad az ellenzék, de Mártól már nincs tilitózik. Azt gondolom, hogy nagy előrelépés, ön is mondta, hogy Kuzsér Robert egy elvi szándékmunkatkozat született, ahol június 30-áig rendeződik az a kérdés, hogy egy jelölt legyen. Nyilván nekik voltak olyan szempontjaik az előválasztással kapcsolatosan, ami a januári lebonyolítás szempontjából számunkra, az ő számára nem volt összeegyeztető, de az igen, hogy lesznek olyan megoldások, amivel ez júniusban megoldható lesz. Nyilván valami szeretnénk azt, hogy ez most bekövetkezzen, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy mire indul az önkormányzati kampány, valóban egy jelölt maradhasson. Tehát ez előrelépés, júniusban van olyan feladatunk, hogy akár egy második lépcsős választással, semmi akadályon, amikor a Kuzsér Roberttal az ragaszkodik, hogy a február elejé győztes ki akarja hívni, és jövő júniusban lesz olyan politikai támogatottság, hogy ennek értelme van, akkor mi nem fogunk elfutni ezzel a lehetőségekből. De azt az árjuk, hogy Kuzsér Robert szeretné az ő várospolitikai elképzeléseit és városvezetői elképzeléseit megismertetni a következő hónapokban, ez az ő szíve joga. Azt gondolom, hogy az lett volna helyes, ha most veszünk pontot erre, azonban annál mindenféleképpen jobb megoldás, mint hogyha augusztus-szeptemberben kéne még ilyen vitákat lefolytatni. A június 31 észszerű kompromisszum, attól kompromisszum, hogy mi nem ezt szerettük volna, ő meg ezt szerette volna, ezért van benne kompromisszum. Aztán a jövő eldönti, hogy kinek milyen támogatottsága lesz a következő hónapokban. Én egészen biztos vagyok, hogy a négy párt mozgalom által indított jelölt lesz a legesélyesebb és a végső kihívó. Induljunk balról jobbra, bocsánat, a szívem szerint. Parancsol. Kuzsér Roberttel kapcsolatban ugye az előválasztásnál igen konkrét feltételeket fogalmazott meg, hogy online szavazás, legalább 50 000 ember meg volt még néhány. Hogyha most azt mondja, hogy elképzelhető, és nem futnak el egy második körös előválasztásra, akkor azt jelenti, hogy el is fogadják ezeket a feltételeket? Az 50 000 az elfogadható, semmi akadálya nincsen. Annak sem, hogy ne csak párthelyiségbe szavazzunk, sőt,
hogyha bárki biztosít számunkra a helységeket, ahol lehet szavazni, hogy ezt örömmel veszünk, nem ragaszkodunk semmilyen párthelységhez. Ahhoz is, hogy azt is el tudtuk fogadni, hogy online is lehessen szavazni. Valóban a feliratkozás, regisztráció lebonyolításában vannak olyan újfajta informatikai lehetőségek, amelyek az időrövidsége miatt nem voltak tisztázhatók. Mi egyhez szavazkodunk, és ezt mondhatom szerintem minden élünk nevében. Anélkül, hogy nem lenne biztonságos, ellenőrizhető, hogy ki a szavazó, anélkül nem fogunk belemenni semmilyen lebonyolításba. Ennek vannak még nyitott kérdései, meg kellene oldódni, és nyilvánvalóan a júniusi politikai helyzet eldönti, hogy erre szüksége van, vagy nincs. De bocsánat, akkor látják annak a lehetőségét, igen, hogy azt meg tudják teremteni, hogy csak igen, online lehessen szavazni. És látunk olyan lehetőséget, hogyha az ügyfélkapu és az elektronikus aláírási rendszeren keresztül alkalmazni lehessen ezeket a informatikai lehetőségeket biztonságos módon, ez sem kizárató, de ezért valószínűleg az egyik oka az, hogy ez nem januárban történik, mert ez egy nehezebben megvalósítható kérdés. Ezen fog múlni minden, ami biztonságos és kétséget kizáróan alkalmas a személyek azonosítására, a számunkra elfogadható. Nincsen presztízs kérdés, hogy nekünk feltétlenül papír alapon kelljen szavazni, ahogy mások mondják 20. századon módon. Mondom, hogy a világ legfejlettebb országában is papír alapon szavaznak tipikusan, de természetesen nem presztízs kérdés, ha biztonságosan bonyolítható, akár a feliratkozás, akár a szavazás online módon, az megy, de SMS-ekkel, Facebook lájkokkal és bankkártyákkal nem lesz szavazás. Következőt kérem tisztelettel. Bocsánat, hogy menjünk balról jobban? Ja, jó. Lengyel Tibor, Zoom-partuktól. Egy olyan kérdésem lenne, hogy még egy hónapja ilyen nyitott kérdés volt, hogy esetleg a kerületekben is, ahol nem sikerül eldönteni, hogy ki legyen a kerület, ahol lehet előválasztás. Ez megoldódott, vagy most kijelenthetjük, hogy amelyik kerületben most ellenzéki polgármester van, ő lesz a jelölt, vagy még vannak ilyen kérdések. Illetve bocsánat, még egy, hogy hány darab ajánlás kell a főpolgármester jelölteknek? 2000 ajánlás szükséges, ez gyakorlatilag perceken belül fel lesz a honlapon. Előválasztás a kerületekben nem kizárható, még az sem, hogy a januári menetrendben beilleszük ezt, de most úgy látom, hogy a tárgyalásos útok közel állnak ahhoz, hogy a jelenlegi struktúrában erre ne legyen szükség, ne zárjuk ki, hogy akár a későbbiekben, hiszen egy kerületi előválasztás az egy 30 napos határidővel bőven lebonyolítható, ne zárjuk ki ezt a lehetőséget, hogy akár a résztvevő vagy lebonyolító pártok, akár mások által felvetett igényre. Ezt a szocialista pártokban mondom, mi készen állunk mindenhol, mindenkivel, minden módon előválasztás küzdelemre, hogyha ezek mellett a feltételek mellett lebonyolítható, tehát nincsen akadály. Parancsolok. Ehhez néhány mondatot én is hadd mondjak. Szóval azt gondolom, hogy nagyon jól állnak az ellenzéki tárgyalások, amik a kerületi polgármester jelölteket, illetve az egyéni önkormányzati képviselőket illeti. Én azt gondolom, hogy amennyiben nem tudunk megállapodni néhány kerületben, ugye az is a kérdés volt, hogy az ellenzéki vezetésű kerületekkel mi van, hát ott nyilvánvalóan mindenkit támogatunk, tehát az nem kérdés szerintem, hogy ahol ma van egy szocialista vagy DK-s ellenzéki polgármester, hogy ne állna be mögé mindenki. Abba bízom, hogy ez nem csak itt a helyet foglaló három párt, illetve a szolidaritás, hanem még más ellenzéki pártok is ezt csatlakoznak. De visszatérve, ahol meg a vitát esetleg nem lehet, vagy a két annyira jó jelölt van, hogy ezt nem lehet tárgyalóasztal mellett rendezni, akkor mi is készen állunk, tehát a DK-s jelöltek is készen állnak egy gyors, de tisztességes és biztonságos előválasztás lebonyolítására. Köszönjük szépen! Mészáros Vajtalom, egy híradó. Képviselő úr, említettem, hogy egy újfajta politizálás vette kezdetét az ellenzék körében. Az MTV a székházában történtek is ennek a részét, ezt akarják? Mit akar ez pontosan, ez az újfajta politizálás? Ahogy elmondtam, az újfajta politizálás azt jelenti, hogy az emberekre támaszkodva, a ellenzéki szavazókra, a bizonytalanok segítségét kérve próbáljuk eljuttatni a hangunkat minél több helyre, hiszen pont a MTVA esetén ez nem működik, hiszen láthatjuk, hogy hiába próbáltak az ellenzéki képviselők beolvasni az öt pontjukat, erre a mai napig nem volt hajlandó az MTVA. Ők bízunk benne, hogy minél több embert tudunk elérni, és ők segítenek abban, hogy legalább ezt az öt pontot minél több választópolgárhoz eljutassuk. Az újfajta politizálás része volt az is, hogy bakot tartottak egymásnak és bemásztak a kerítésre? Az újfajta politizálás az, amit elmondtam, hogy minél több embert bevonva, ha kell, akkor tömegtüntetéseket szervezve, ezzel nyomást gyakorolva érjük el elsősorban azt, hogy mondják vissza ezt a rabszolgatörvényt, amely kiszolgáltatja a magyar munkavállalókat a multinacionális cégeknek, olyan cégeknek, amelyek visszaérnek a munkavállalóknak a jogaival, és hát még sok minden más, ami szerintem majd a következő időszakban fog előjönni, nyilván
próbálunk minél inkább szélesebb társadalmi támogatottságot elérni annak érdekében, hogy például közigazgatási bíróságok ügyét tárgyaljuk meg, hiszen ezek gyakorlatilag Fidesz bíróságként fognak működni, vagy az, hogy a sajtónyilvánosság hogyan működik Magyarországon, a közszolgálati média mennyiben támogatja azt, hogy az ellenzéki pártok, ellenzéki képviselőknek a véleménye is eljusson a magyar emberekhez. Ehhez minél nagyobb társadalmi támogatottságot szeretnénk előkészíteni a következő időszakban. Erről szól az új ellenzéki politizálás. Bocsánat, egy mondatot tennék hozzá, hogy nem bakot lövünk, hanem bakot tartunk, hogyha lehet a kettő között választani, hiszen ahova nem engednek be minket, teljesen jogszerű az, hogy országgyűlési képviselők egymás segítve, együttműködve, összefogva jutnak át egy olyan kerítésen, amin teljesen törvényesen át lett, mert hiszen kötelező lett volna minket oda beengedni. Fizikai atrocitás már megfordított a helyzet időtiszteletben, amin védekező jelleggel voltunk kénytelenek a törvénytelenül és agresszívan fellépő biztonsági övekkel szemben védekezni. De a kerítésen átmászni, azt gondolom, hogy egy demokráciában egy országgyűlési képviselőnek, akinek joga van valóban bemenni, inkább kötelesség azon átmászni, mint ez bármilyen törvénysértést, vagy akár jogszabálysértést jelent. Ez egy felelős politikai tett? Természetesen, hiszen meg akartuk tudni az MTVA-ban, mi történik. Szerettük volna korrekt és kultúrát módon fölhívni figyelmét a vezetésnek, az MTVA vezetésének, hogy ellenzéki követelést szeretnénk ismertetni. Nem kívántunk sehova betörni, nem kívántunk erőszakot alkalmazni, de miután nem engedtek be, akár fizikai úton is ellenálltak a behatolásnak, hiszen magamra csapta az ajtót egy biztonsági őr, aki a nyitott ajtót várta rám azért, hogy ne tudjon bevenni. Nem maradt más lehetőség, mint bakot tartani és átmászni. Kinek volt ez az ötlete? Hát ránéztünk a kerítésre, és utána rájöttünk arra, hogy nem érik az ajtó. Így közfelkiáltással döntöttünk ugye a DK és a párbeszéd képviselőivel, hogyha a kerítésen ajtó nincsen és nem engednek be, akkor egyetlen egy dolog maradt. Gyerekkoromban nem messze innen, amikor fociztunk és átlőttük a labdát a kerítésen, akkor közfelkiáltással döntöttünk abban, hogy átmászunk a kerítésen. Igen, ez egy konszenzusos, éleskörű konszenzusos, csapatépítő jelleggel konszenzusos előválasztásnél. Azt találta ki, hogy feküdjenek le a földre, és ez egy virtuális kép lesz. Azt gondolom, hogy ez is része lehetett az ellenzéki csapatépítésnek, de nyilvánvalóan ez egy kreatív ötlet volt, hogy ez mennyire sikeres, nem lehet mutatkozni, de azt kérném, hogy eléggé eltávolodtunk a tárgytól, a sajtóosztály örömmel várja az ilyen típusú kérdéseket, a szóvivők, a kommunikációs igazgatók. Azt gondolom, hogy ez messzire vezet, de egy demokráciában Van Bónénak a javaslata bőven belefér, hogy ilyet alkalmazunk. Ugye azt is mondta, hogy nem fogja tudni, hogy tud majd a gyermekei szemében nézni, és el is sírta magát. Miért mondtad ezt? Ennek tükrében is az egyik csapatépítő ötlet? Nehéz erre válaszolnom, mert még ma itt karácsonyhoz közelettében se érzem magam Van Bónénak, tehát ezért nem tudom válaszolni. Kérem, hogy őt kérdezzék erről, de kiállok mellette. Aktív volt, hősiesen küzdött, jó beszédet mondott, a legaktívabb ellenzéki képviselők közé tartozik. A, esetleg az, hogy ez a csapatépítő modell nem lesz követendő a jövőre nézve, ez benne van, hiszen ha 100 jó cselekedetét föl tudjuk sorolni, ebben esetleg bele tartozik az, hogy ez a kreatív ötlet, ez nem lesz követendő a jövőre nézve. Húzom János még akkor két kérdés bent járt az ATV műsorába, és hát ő maga is elmosolyodott, amikor a műsorvezető színészkedés említett nagyóra zuhanás kapcsán. Erre mi gondol? Üdvözlető olyanok eltársak, hogy nagyon jó ismerik Unhalmi Ágnesnek a lelki világát, válaszolni fog erre a kérdésre. Köszönöm szépen, ha nem is Ágnesről, de azt hadd ragadjam meg, hogy az elmúlt napokban ellenzéki képviselők kevés köztévés kamerával nézhettek szemben, és a köztévé előtt mi több ellenzéki párttal közösen megfogadtuk, hogyha a köztévé kamerája elénk kerül, akkor felolvassuk azt az öt pontot, aminek kapcsán most ennyi teljesen érdektelen kérdést tesz fel arról, hogy ki hogyan esett el, ki hogyan színészkedik, és arról pedig egy szót sem ejt, ahogy a híradójuk sem, hogy pontosan miért is történt ez az egész az MTVA épületében, és miért voltak ott az ön által ennyit emlegetett ellenzéki képviselők a épületükben. Úgyhogy engedje meg akkor, hogy megragadjam az alkalmat, hogy ha már itt van, ha már itt van kamerában, ha már itt van kamerában, és akkor nagyon megköszönném.
hogyha előző kérdéseire rengeteg pontos választ kapott, akkor ez is bekerülhetne az erről szóló híradásokba, úgyhogy az öt pontot röviden engedje meg, hogy felolvassam a kamerába. Egy másodperc, mint fejből nem megy, hiszen sok alkalmunk nem volt elmondani. Követeljük a rabszolgatörvény azonnali visszavonását. Követeljük kevesebb rendőri túlórát, a független bíróságokat, az Európai Ügyészséghez történő azonnali csatlakozást, és természetesen a független közmédiát. Erről szóltak az elmúlt napok eseményei, és erről egyet sem sikerült önnek kérdeznie. Nagyon örülnénk, hogyha ezt a közmédia az esti híradásaiba berágná. Köszönöm szépen. Idézném önöket, forduljanak a sajtóosztályhoz. Még egy kérdésem lenne. Ha már a karácsonyt említettem, azt mondta Kornhalmi Ágnes, a karácsony egy szép ünnep, mi azonban folytatjuk a tüntetéseket. Ez miért van szerint? A kérdésem azon, hogy folytatják-e a Szentestére és az ünnepre való tekintettel ezt az akciós sorozatot. Áldott békés karácsonyt kívántam mindenkinek. Nyilvánvalóan a politikai élet legfőjebb Szentestre és karácsony napján másnap tud megállni. Januárban folytatjuk, nyilvánvalóan tiszteletbe tartva a családok, az egyházaknak a szokásait, magunk is részt veszünk több ilyen szertartáson, nekem is magam nevéről beszélek. Egész biztos Szentestre nem fogunk tüntetni, nyilván Kornhalmi Ágnes sem erre gondolt, hanem arra, hogy nem ért véget ez az ügy. Nem tettünk pontot rá, addig fogunk küzdeni, amíg nem lesz független sajtó, amíg nem lesz független közmédia, amíg nem lesz kormányváltás, de ez nem Szentestre és nem új év napján fog bekövetkezni. Menjünk tovább, tessék kérdésem, visszatérnék az eredeti témához, és próbáltam ebbe az irányba terelni a dolgot. Most több párt együttműködésről van szó, mondták, hogy még más demokratikus pártok is szeretnének és szívesen látnának akár a lebonyolításában ennek az előválasztásnak. Csak technikailag érdekel a dolog, hogy abban született a megállapodás, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen előválasztás, bármilyen választás, ezek eléggé komoly költségekkel jár, hogy ezt a pártok felajánlásokból szervezett minden számviteli jogszabályba fogunk tartani, és minden a pártokra vonatkozó törvény. Hozzáteszem, az előválasztásnak önmagában nincsenek jelentős költségei, megmondom miért. Azért találjuk fel a saját infrastruktúránkat, hogy mi ezt tudjuk tenni. Nyilvánvalóan nem a Gundel éttermet fogjuk kibérelni, hogy lehessen szavazni, hanem azokat a számunkra rendelkezésre álló, és egyébként a saját aktivistáik által elvégzett feladatokat, ezeknek nincsen költségük. Lelkes informatikus segített abból, hogy ez a honlap előálljon, ezeknek minimális költsége volt. Az, hogy esetleg az előválasztási kampányban politikai értelemben ki milyen személyes kampányt folytatni, a következő időszaknak a kérdése, de természetesen ezzel is szoros elszámolás lesz. Tehát ennyire nem mondjuk részt, engem az a rész érdeket, tehát hogy akkor önkéntesekkel fogják megoldani teljes mértékben a saját... Saját tudomákon így van, és várunk felajánlásokat, nagyon örülünk annak, hogyha valaki egy helységet, lakást, irodát, éttermet, bocsánat, a rendelkezésünkre el fogjuk fogadni. Ha valaki azt mondja, hogy forró teát, kávét hoz az utcai kampányhoz, azt is el fogjuk fogadni, de jelenleg rendelkezésünkre állnak számítógépek, rendelkezésünkre állnak irodák, rendelkezésünkre áll papír, toll, pecsét, urna, ezeknek nincs érdemi költség. Lelkes informatikusok segítettek a honlap fejlesztésébe, ennek volt minimális költsége. Egyelőre más költség nincsen. Nyilván a politikai marketingre, hiszen tudhatjuk, hogy a kormánypártok végtelen számú adókörítót tudnak politikai kampányra elkölteni, de jogi ilyen lehetőségeink nincsenek. Igen. Erre még futotta az előválasztás. Igen. Szóval ugye az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy például a szolidaritás mozgalom is ugye részt fog ebbe a dologba venni. Mi évek óta teljesen saját költségeinkből, tehát az aktivistáink pénzéből, nem csak Budapesten, hanem vidéken is több helyen ételt is hoztunk, ruhát is hoztunk, lakossággal együttműködve, hát kvázi ilyen Vöröskereszt, tehát is látunk el, mert egy csomó helyen ugye már nincsen ez a dolog. És most ebben is azt gondoljuk, és azért is szálltunk be, mint civil szervezet, hogy ugye segítsük ezt a dolgot, például mi az egyik sátrat a Balhúzatéren, a mi embereink,
aktivistáink fogják működtetni, és hát egyébként megragadom az alkalmat, hogy a többi civil szervezetet is megkérem arra, akiket ez a dolog érdekel, hogy jöjjön és segítsenek, akár csak aktivistával, akár csak esetleg velektájával, amikor képzünk az utcákon, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen jófajta együttműködés tud lenni abban a tekintetben, hogy az ellenzék egy kicsit kinyitja magát, és nyitunk a másféle civil szervezetek felé is, meg az, csak olyan emberek felé, akik semmilyen civil szervezet részletek, de sem aktivistálást vállalnának. Azt gondolom, hogy ez egy jó pufa dolog lesz, azt gondolom, hogy ez egy nem ellenséges dolog lesz, meg fogjuk mutatni azt, hogy lehet politizálni úgy is, hogy nem gyűlölködünk, és ebben azt gondolom, hogy mindenki, akiben van egy kis érdeklődés a politika iránt, az szívesen várjuk, és minden felajánlásnak örülni fogunk, és meg fogjuk csinálni ezt a rendezvényes sorozatot. Köszönöm szépen! Akkor jó étvágyat kívánunk mindenkinek a kávéhoz, süteményhez, fogácsához, amiket itt